Így, hogy pereces gyereklakodalom, így nem volt soha. Gyermeklakodalom, mint olyan volt, tehát az 50-es években tudom, ezt még anyósom is élte, hogy minden évben a gyerekek, főleg első áldozókról van szó, ugye akkor a fehér ruhát felvették a kislányok, akkor azt a ruhát még egyszer használták. Utána jártam néniktől, akik elmesélték, hogy viszont volt olyan, hogy ők maguk, tehát önszerveződésből megoldották azt, hogy egy vasárnap ők maguknak csináltak gyermeklakodalmat, még baj is volt. Még baj is volt ebből, mondta, hogy aztán nagyon kikaptak, mert hogy túllépték a határokat ilyen 8-10 éves gyerekek. Nagyon fontos az, hogy a gyerek érezze elsősorban szerintem, hogy mekkora erő van a közösségben. A közösséget formálni kell, a gyerekközösséget meg amúgy is vezetni kell. Na most ez évvégén van, a tanítási évvégén van, ez nagyon kapóra, nagyon sokat dolgoztunk velük, akkor ez egyfajta összefoglalás is kíván lenni. Megnyilatkozik a gyerek, megnyilvánul a közösség előtt, megmutatja az erejét, ahol mi élünk, ott különösen jó megmutatni, hogy vagyunk. A csíkszentmiklósi úgymond történet az, hát az azzal kezdődik, hogy az ünnepi nap, a pontos követése volt. Ez volt a feladatunk ma. Hogy a legényes háznál a legény az kibúcsúzzon becsületesen, hogy a jó barát, a két legjobb barátja, a kikérő legények, azok engedelmet kérjenek, hogy az ők házuk népét képviselendő bekérezkedjenek a leányos házhoz, és ők el is mentek. Akkor vitték át a perecet a leányos házhoz, közben a gazda elbúcsúztatja a vőlegényt a családjától, és akkor átmennek leány kérni. Halljunk szót, emberek! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Tisztelt gazdorem és tisztelt nász közönség! Hogy a vőlegény úrunk kérésének eleget tegyünk, és az Úr áldásán és az ünnepi vacsorán mi is részt vegyünk. Nem elég, hogy ide összegyűltünk, vőlegényünk párját meg is kell keresnünk. Egy hosszú út áll hát most előttünk, hová kettőnknek menten el kell menjünk. De ne búsuljanak, mert mi megleljük, vagy innét, vagy onnan. Csak arra kérik önöket, hogy várjanak nyugodtan. Addig is kívánunk jó szórakozást, de pálinkával nálunk nélkül ne igen kínálgassák egymást. Nekem is, ha még egy pohárral töltenek, minden fehér népet menyasszonynak nézek. Így a menyasszonyt hamar megtaláljuk, el se kell induljunk, minden meg lesz nálunk. Tisztelt gyülekezet! Isten szád nevében indulunk el útnak csendes békességbe. Vőlegény uruknak keressük meg párját, az ő drága kincsét, kedves menyasszonyát. Keressük ma neki békét, boldogságot, tűzünk a kevére egy szép szád gyöngy virágot. Először az Isten hajlékába visszük, ahol szent áldás után boldog lesz, úgy hiszik. Tehát induljunk el az Isten hajlékába, a legnagyobb csendbe, a legnagyobb rendbe. Elől a zenészek, utána a vőlegények, akik közre fognak a nász nagyok, utána a férfiak hármas sorba, utána az asszonyok, és utána a szülők, nagyszülők. Induljunk útnunk! Menjetek!
nap. Pünkösd után néhány nappal Gyergyó remetéről, a legényes háztól indult a gyereksereg Balán bányára. Itt kikérték a mennyasszonyt, és ezzel megkezdődött az egésznapos ünnep, amely Balán bányát és Csíkszentdomokost érintette, és végül pedig a lakodalmas menet visszaérkezett a vőlegény falujába, Gyergyó remetére. A hosszú kilométereken a gyerekek dalok sokaságát énekelték, és sok-sok táncot jártak el. Így tehát a gyereklakodalom szereplői eljátsszák azt, amely néhány évtized múlva már Isten szent színe előtt köttetik, és felbonthatatlan lesz. Látszólag egyszerű dologról van tehát szó. A házasság szentségének egyházi kiszolgáltatása köré szerveződő paraliturgikus hagyományrendszerről, amely megőrzött és átörökített számos pogánykori elemet, és amelyet kameráink rögzítettek és dokumentáltak. A leány kérés aktusát azt szó szerint úgy oldottuk meg, ahogy ez én is így csinálom, de így láttam mástól is. Bölcs öreg emberek így csinálták, ezt így kell csinálni. Nos, a maximális tiszteletet megadva a másik gazdának, tehát a megszólításokban ez le is jön, szép cirkalmas mondatokban elmondják, hogy az élet értelme az, hogy egy férfi és egy nő összeköti sorsát örökre. És ezért jöttünk, hogy ezt a lányt elkérjük, hogy együtt kísérjük el, hogy ott a szentesküt letehessék, minek utána elkísérhessük
és tanúi lehessünk. Adjon a Jóisten szerencse és jó napot, és mindannyiuk szemében tiszta indulatot, hiszen mi is a rossz szándékkal jöttünk, és jó megértéssel kellene visszatérjünk. Jól tudhatja minden tagja az itt egybegyűlteknek, hogy küldöttei vagyunk egy vendégseregnek. Most eljöttünk, hogy üzenetet váltsunk, és az érdemes gazduramtól feleletet várunk. Melyen tisztelt érdemes gazduram? Tisztelt vőlegényünk, míg a tájat jártó, reáltalált szíve szép virágáról. Megszerették egymást, és elhatározták, hogy összekötik szívüket egy életen át, és most epedezve várja szép menyasszonyát. Megkérdezzük a ház gazdáját, lesz-e szíves átadni nekünk leányát, hogy együttes erővel oltár elé vigyük, hogy ott köszönjenek egymásnak örök hűségeskü. Még a tisztelt gazduramtól annyi volna a kérdésünk, hogy érkezőben van szép vendégseregünk, és lenne szíves őket beengedni. Ígérjük, mi sem fogunk adósok maradni. Mondja. Mászlagy uram, itt a lakodalmi perecet, fogadják jó szívet. Köszönjük. Halljunk szót, uraim! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztust! Mindenki, amen! Felkérő legények érkeztek, s mondokaikkal igencsak megtárhálták. Még mennyasszonyukat elékészítsük, hogy még jobb legyen kedvük, sírüljenek egyet. És aztán mi várjuk, ahogy meg volt beszélve. A parácet a nasz nagy uramnak köszönjük, és kívánok neki továbbra is jó egészséget, és az Isten tartsa meg. Tisztelt érdemes gazdorom! Örvendünk és halált adunk Istennek, Isten szent felségeinek, hogy megengedte érnünk a jeles napot, és hogy a jelen percig vigyázván megőrizte magukat minden szívbeli változástól. Ja, Isten őrize és oltalmazza minden veszedelemtől. Mi is örvendünk és adunk hálát Istennek, Isten őszent felségének, hogy az érdemes gazdoromékot is megtartotta és megőrizte minden szívbeli szomorú változástól. Kívánom, hogy továbbra is őrizze és oltalmazza minden veszedelemtől. Tisztelt becsületben lévő érdemes gazdorom! Jól tudjuk, hogy mikor Isten megteremtett az első embert, egyedül létét nem kedvelte. Ezért segítőtársat alkotott mellé. Már csak azért is, hogy az egyik keresik, másik által felsegítessék. Ezenekből folyamodott a mi atyánk fia is, Nagy György János főlegény uram, Magik leányához, Bálint Abigailhez, akit eljegyzett magának, és akik között a háromszori hirdetség is megtörtént. Kérem az érdemes gazdoromot, hogy az említett személyt kiszolgáltatni szíveskedjék, hogy a Balámbányai nagy templom nagy oltárának jobb szélénél megesküdtessenek, amire mi is tanúk lehessünk. Azután elkíséressük a vélegényünk csendes hajlékából, hol Istennek békességbe is élhetnek. Az álmondottakról mi nekünk is tudomásunk vagyunk, hogy a háromszori hirdetések és a polgári esküvő is megköttetett. Minek után kötelességemnek tartom kiadni a Bálint Abigail mennyasszonyunkat, és kötelességünknek tartjuk elkísérni a Balámbányai nagy templomunk nagy oltárának a jobb szegire, azután ott éljenek Isten dicséretére és mindnyájunk örömére. Vőlegény úrunk, ezért te választottad. Nagy Győr János, megismered a mennyasszonyt? Hát hogy létezik? Ez meg jó voltam az erdőbe, amikor kivittél az áprilisba a bokorba. Most itt hagyod ezt a gyermeket, Reám? Egyedül maradok? Most tudsz hallgatni? Vézzeg, mikor kint voltunk, akkor tudtad a szép szavakat mondani nekem? Csábítgatta! Tényleg nem ez? Nem ismered fel egy kicsit sem? Soha nem láttad? Jaj, te! Kérik a vélegény keresztanyát, hozzak ki a miasszonyt. A gyerekekben tudatosítottunk két dolgot, hogy az összes lánynak kell mondani a mennyasszony búcsú szövegét. Ez nem azért, hogy a mennyasszony nem tudná elmondani, hanem azért, mert mind ugyanarra sorsra készülnek tudatosan.
Tehát mindeniküknek menyasszonynak kell majd lenniük, és ezt a szerepet majd mikor eljátszák, akkor már legyen közeli hozzájuk. Teljes mélységében éljék át, mire válaszul, az összes legény köszönje meg a menyasszony szüleinek, hogy őt felnevelték, és féltő szeretettel most átadják. Zeng a búcsúszavam, hullanak könnyeim, mert önetek váró, drága jó szüleim. Nem tudom, hogy hova, merre vezet utam, Isten bölcs kezében sok rejtett titok van. Bármilyen boldog is menyasszony a szívem, mégis fájó szívvel búcsúzok el minden. Isten rendelése és végzése szerint, mától kezdve reám egy új életem így. Új otthonba megyek, új végzet lesz hazám, ó Istenem, légy otthon és előd ajkán. Búcsokra nyitom remegő ajtót, úgy mondom el halkan, hálaadó szavam. Elbúcsúzok máma a családi fészekből, s az engem szerető, drága jó szüleimből. Drága jó szüleimből, okodok a más keresztből, és jó munkatársa, minden, akik itt vagytok, s engem elkísértek, Isten fizesse meg a sok szép ajándékot. Áldja meg az Isten mindezért magukat, szálljon magukra az Isten kegyelme, hogy a mai napnak legyen szép emléke. Most már indulhatunk az Isten házába, hol várj ránk a gyertyák áldozati lámpja. És remekbe várjuk az Isten áldását, hogy házas életünket kísérje boldogság. Mielőtt indulunk, csókjaimat hagyunk, az engem szerető szülői ajánlatok. Utolsó láncsókom adom most magukra, mielőtt indulok egy fontos nagy útra. Kilépek a házból az Úrnak nevébe, a hetedik szentség felvételére. És most Isten veled picin kis hajlék, ahol ifjúságon idején zajlék. Kedves anyám, asszony és apám, uram, sokat bolyongtam, sokat fáradtam, míg becsületes házukat végre megtaláltam. E boldog házban, szülői keblekben, nőtt fel boldogságban az én kedvesem. Megtaláltam ötem rétett virágot, Istennek szent törvénye páros élete rendelt el. Eljöttem, hogy menjünk a szent oltár eléje, de mielőtt elmennék, meg kell köszönjem, hogy elnevelték őt, s féltől szeretettel átadják most nekem. Ígérem, hogy méltó lesz hozzá életem, kérem áldásukat életünk kezdetére, hogy tiszta szerelmet ragyogjon egére. Istennek szentője maradjon nekünk, hogy áldott legyen az életünk. Évek óta fáradozunk, kapuról kapura járkálunk. Időközben magukra találtuk. Láttuk a szomszédasszony járkálását, egy kehely készítését, egy kupa pálinka mézesítését. Sok fáradtságainkért egy kis tiszteletet elvárunk. Lenne szíves kiadni a szentjáros porot? Asztali áldás! Mindeneknek szemben te benned bízunk, Úristen, te azt nekünk eledelt alkalmas időben. Felnyújtott kezeidet, s betöltesz veled minden élőket. Áld meg, Uram, ezen ifjú párokat az égnek harmatjával és földnek zsírjával. Aki velem van, mondja háromszor, Deus Uram, Deus, különben ebből nem iszik. Deus Uram, Deus Uram, Deus Uram! Köszönöm.
Utána szépen külön felállnak sorban, nagyon fontos, hogy a mennyasszony háza népe elül, úgyhogy mennyasszony, most itt ezen lehetne változatokat keresni, hogy a mennyasszony a két koszorús leányával, mögöttük a násznagyok, vagy a násznagyok vezetik a mennyasszony, a vőlegényt a násznagyok szokták vezetni, de a két barátja, a két kikérőlegény is közvetlen mellettük van. A nagyon fontos, hogy a gyerekek tudták, tehát tudatosan csinálták azt is, hogy a mennyasszonyhoz, vőlegényhez külső, a másik népből való ember nem érhet hozzá. Volt olyan, hogy valaki olyat mozdult felé, a vőlegény felé, és a két kikérőlegény így zárt előtte. Tehát ismerték, hogy szent és sérthetetlen, és bejön a magyar motivumok, igaz, a maga a motivum, a gyökér motivum, amit a két őrző angyala véd. És mindenütt ezzel találkozunk. A mennyasszony háza népénél a férfiak elől, a nők meg hátul kísérik. Ezt igazából most ebben is kivételt tettünk, hogy zenekart tettünk a templomig. Ez most már 20-30 éve így él, de régebb nem volt. A zenekar csak akkor kapcsolódott be, amikor volt. Mihez bekapcsolódott? Amíg a szent áldás nincsen rajtuk, szent eskü nem történt meg, addig nincs értelme mulat, nincs miért. Nincs miért párba menni, hanem a férfiak külön, a nők külön és érdekes. Itt jön a párhuzam, a születés, az esküvő és a meghalás. Hogy ugyanúgy kezelik. A férfiak külön elől és hátul vannak a nők. És ez nem, hogy ki az első, a teremtés első lénye, hanem ez a felállítási rend. Ezt betartják. Ezt betartottuk szépen mi is. Bevárták, tehát a mennyasszony háza népe mellé, a templom mellett előjött a vőlegény háza népe, és együtt ment be az új pár. Tudjátok azt, hogy a lakodalom egy családi közösségnek és egy közösségnek az ünnepe, amikor egy fiatal pár összeházasodik. Meg vagyok győződve, hogy a magyar népmesékben ti is gyakran olvastátok, vagy ha nem is olvastátok, akkor biztos hallottatok királyfiakról, királykisasszonyokról, a szegény ember egyetlen fiáról,
aki legyőzi a sárkányt, a gonosz boszorkányt, és feleségül veszi az öreg királynak a legszebb leányát. Aztán olvassuk a mesében azt is, hogy befognak a gyémánt hintóba, amelyet gyémánt szőrű paripák húznak, és nagy lakodalmat csapnak, és általában a mesék így fejeződnek be, ma is élnek, ha meg nem haltak. Ma ti is nagy lakodalmat csaptok, és felvettétek a székelyruhát, és egy olyan esemény jelenítetek meg, játszottok el, ami már nem is mese, hanem valóság. Hiszen meggyőződésem, hogy láttatok mennyasszonyt, láttatok vőlegényt, akik elmentek a templomba is, rendesül összeházasodtak. Nagyon jó papunk van, aki megértette, hogy mit szeretnénk. Megértette, hogy milyen fontos, hogy a gyerekek ezt gyerekként is felfogják, mint játék, de mint egy nagyon komoly játék, és hozzájuk beszélt. Mindvégig hozzájuk beszélt, beszéltette őket is, és megerősítette bennük a hitet, hogy ez a helyes, ahogy eljárnak. Tehát a Szentmisének minden egyes része szépen simult a lakodalmunkhoz, úgy, hogy hát természetesen a szakrális rész, az kimaradt, azt nem játszottuk. Nagyon sokat vitatkoztunk, meddig lehet elmenni a gyerekekkel, van ilyen babona, és nem babona, ez így van, ezt csak egyszer lehet megtenni. Tehát ezzel nem lehet játszani. A gyereklakodalom elsődleges célja, hogy a helyi hagyományokat életben tartani, és a gyermekeink lelkében tudatosítani, hogy mennyire szükségesek ezeket megőrizni, és mennyire szükségesek ezeket továbbadni másoknak. Én szerintem ennek az egész gyereklakodalomnak hármas mondani valója lenne. Egyrészt tudatosítani a hagyományainkat a gyermekeinkben, az értékeinket, amelyet tulajdonképpen a székely nép őrizi és ápol, és hogy a gyermekek is, amikor felveszik azt a népviseletet, akkor úgy vegyék fel, hogy nem csak egy ruhát öltenek magukra, hanem egy kultúrát, egy itteni népnek a kultúráját öltik magukra. A másik, hogy ezek a fiúk, ezek a lányok valamikor majd vőlegények is, mennyasszonyok lesznek, és eljönnek a templomba, az Isten házába, de ez a döntés már sokkal komolyabb, sokkal keményebb, sokkal következetesebb. És a harmadik, az Isten a teremtés hajnalán azt mondotta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ezért alkotta az embert férfinek és nőnek, és ezt a házasság szentségében Jézus Krisztus szentségi rangra emelte, és ahogyan a gyerekek is megfogalmazták nagyon szépen a Szentmise alkalmával, hogy tulajdonképpen a szeretet közösség az, amely a családokat összetartja is, amely az embert segíti a fejlődésben és az előrelépésben. A szervezőkkel ezt próbáltuk megfogalmazni, hogy a hit az meghatározó jelleggel bír az életünkbe, és ez fontos tudatosítani a gyermekeink szívébe, a gyermekeink lelkébe, és azt hiszem, hogy az élet útunkon szükségünk van Istennek a kegyelmére, Istennek a szeretetére, és ezt nem elég elvárni, idézőjelbetéve az Istentől, hanem ez fontos megélnünk a hétköznapjainkban. És azt hiszem, hogy ezt akarta erősíteni, ezt a tudatunkat, ezt a vágyunkat a templomba való bemenés és a Szentmisén való résztvétel. Ahogyan a Szentmise alatt is említettem, a házasság az szentség, és tulajdonképpen itt nem jött létre a szentség. Ha eljátszottuk volna a házasság szentségének a kiszolgáltatását, ez a szentségnek a művelése lett volna, ami gyakorlatilag megtévesztése lett volna az embereknek, a gyerekeknek, és tulajdonképpen a döntés nem is következett be. Itt inkább arról volt szó, és azt akartuk a gyerekek tudatába bevinni,
hogy igenis fontos az egyházi szertartás, fontos az egyházi házasságkötés, fontos a szentségnek a felvétele, és az, hogy a döntéseinkre Istennek az áldását kérjük. A templom után, amikor ki érkeznek a népek a templomból, akkor fényképezés következik, meg egy közös tánc. Most ez a fényképezés nálunk elég sok időt elvett, de utána szépen felsorakoznak, de bár párban. Tehát mindenki a párjával szépen, szép magyaros rendben, és elvonulnak arra a helyre, ahol a maga a lakodalom bekövetkezik. Mint hogy a menyasszony balánbányai volt, ezért balánbányán volt a szentmise, balánbányán volt a felvonulás első része, és tulajdonképpen ezt az étkeztetést is úgy oldottuk meg, hogy balánbányaiak zárták el az utat, elkötötték az utat. Ez egy ilyen bohózat, ahol valakik dolgoznak, vagy úgy tűnik, hogy dolgoznak valamit, nagyon fontos nekik az a munka, és az őket ki kéne kerülni. A lakodalmas nép meg tovább kéne menjen. Akkor most egy hocca-acca vedd vissza, egy ilyen húzavonal alakul ki, és a végén megegyeznek, hogy jó, akkor felteszünk néhány találós kérdést, hogyha nem válaszoltok meg, akkor ki kell váltsátok ezt a helyzetet, ha megválaszoltok, mehettek tovább. Ilyenkor ajándékba szoktak tésztát, kürtős kalácsot és egy liter pálinkát adni azoknak, akik ezt eljátszák. Ez spontán szokott alakulni. Amiután befejeződött az étkeztetés, balánbányán felültünk a buszokba, hogy jöjjünk Remetére. De hát, mint hogy ez a szokás meggyökerezett most már szépen, Csíkszentdomokoson is elkötötték az utat, meg Gyergyószárhegyen is elkötötték az utat, mindenhol találós kérdéseket tettek fel, mindenhol kikérdeztek bennünket, és akkor mindenhol táncoltunk egyet. Ennek már csak úgymond megkoronázása volt az, amikor itt Gyergyó Remetén megérkezve, szekerekkel, hintókkal várta, hogy a faluba megsétáltassák az új párt és a szép lakodalmi népet, illetve szépen sorba elkössék itt-ott az utat, ahol mindig egy-egy tánc esett meg. Nincs pálinka, nem beszélgetünk, nekünk itt dolgunk van, fát vágunk, el kell végezzük. Még lakodalomban se tudunk elmenni. Mert mind a ketten testszomszédok vagyunk, meg se hívtak. Milyen emberek? Legalább egy pohár pálinkát tőthetnék. Azt látom, hogy egy pohár lesz még belefétel. Hát egy pohár az neki elég, s nekem nem elég. Egy pohár, több nincs semmi. Komámnak fágjuk a fát, el vagyunk már fáradt valósak. Igen, meg se fejeltünk ma a magény. Sajnál. Állj, kiköszönjük. Na mit ajánl a gazda, hogy egyezzünk ki? Ki lehet-e már, ha nem itt elmenni és nem? Ha egyszer ki kéne egyezni, ha nem, akkor így nem megyünk sehova. Menyasszony. Itt menyasszony van. Legalább nézzük meg a menyasszony. Hey, formál. Legalább kicsit a temenket. Megálltassuk meg, hogyha többet nem is tudunk. Hát akkor egyezzünk ki, úgyhogy a komán feltesz egy találós kérdést, s ha a gazda kitalálja, akkor lesz elmenés. Ha nem, akkor megszabjuk a vámot. Megegyeztünk. A kötét nehogy elvágják.
Ma a szénát nem lesz mivel hazavinni. Hát a válasz. Minden nap elrakom a találkozni. De ha nem válasz. Há, és én? Három lábunk van, két láb. Kezében egy láb. Jön négy láb. Elviszi egy láb. Két láb. Meghanyítsa három lábbal a négy lábot. Elállítja az egy lábot, mi az? Láb. Komába ezek nem? Nem, itt máma elmenni is nem lesz. Lakadalom se lesz, evési vas, ámorod. Állna, engedjünk sem. Ezek a fiatalok most már csak... De ha lássuk, hogy az egyik gazda az éjszál, kurtannal, én is felteszek a másik gazdának, hát ha jobbannal, tudom anyja, egy másik találós kép. Kinek van a legnagyobb zsebkándője a világon? Tyúknak. Igen, már mindenhol oda terüli a fej. És az elsőre mi a válasz? Aztán tudjuk. A pálinka. Pálinka lesz. Ha lesz, akkor miért? Mondjuk el ezt. Mondd el. Kicsit okuljanak azok talanok. Há, igen. Na mondd el, koma. Három láb. Az egy három lábú szék. Ő rajta két láb, az ember. Kezében egy csülökkel, te. Jön a kutya, elveszi a két lábtól az egy lábat, ugye? Csülköt elveszi. Két láb megfogja a három lábú széket, és neki vágja a négy lábnak, se lehet a csülköt. Hát ezt vagy itt nem lehet rajta érteni, hát szépen magyarul el volt mondva. Nagy éde ezt a flaskát. Ezt a flaskát, szénsavos. Na, Isten értesse az újpa! Isten értesse! Ugye mi eljön? Legalább van jó ember. Na köszönjük a tiszteletet, jó mulatást kívánunk mindenkinek! De a pálinka álmod. Fogd meg gomám azt a fát. Minden is tulás. Minden is. Fáj, derek a máj. Nagyon-nagyon hasonlít, hogy okosan tény. Szeretnéd, de hogy kettő harmosba legyünk. De harmosba.
tanúsítja ennyi gyerek, akkor valamit kapnak, hogy csak ugyan te vagy az édesapja. De ha egyedül nem tanúsítod, akkor ugye a törvényen megmondod. Tessék, amit tart belőle, vegyetek, és mondjátok, hogy ugyes a tiéd, ugyes a tiéd, ne tagadj még! Egyértelmű a dolog, nem a vőlegényi a gyerek. Nem ezért jöttünk ide. Ja. Hát akkor mi nem buszta, akkor rendes édesapja. Nem tudjuk, hogy mondja. Nem, én nem keresünk. Az a sajnos, hogy én sem. Nagyon remények, el tudja a külészélni ezt a falat, akkor át én nem. Elejét fogadunk neki. Kikérő legény? Kikérő legény? Nem a gazda? Kikérő legény? Nem a gazda. Legények! Valami olajat, vizet hozzunk-e? Osztani nem kell nagyon, de... Nem, hiszen egy gyárként kivészeljük. Húzjátok meg valamit! Valami vizet töltsenek, mert mindjárt felé. Meggyullod mindjárt!
tessék a Nem jó az embernek egyedül lennie. Ezért a férfi elhagyja atyát és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Maga az Úr mutatta meg, hogy ez kettejük életének fogyatkozhatatlan egységét jelenti, amikor arra emlékeztetett, mi volt a teremtő terve kezdettől. A házasság szentségére nem lehet elég korán felkészülni. Ezért ez a gyereklakodalom mind a résztvevőknek, mind pedig a szemlélőknek egyaránt segíthet abban, hogy felnőttként Isten szent színe előtt elmélyültebb és felelősségteljesebb legyen a házasság kötés életre szóló pillanata.